Zsúfolásig megtelt a Szabadkai Városháza díszterme Paskó Csaba kelebjai plébános újkönyvének bemutatójára. A szakácskönyv tartalma és annak prezentálása sokak tetszését elnyerte. Örülök annak, hogy a régi ízeket tartja előnybe. Tehát nem ez az új, modern, vegetás, hanem az a hagyományos ételeket próbálja visszahozni. Dicsőítették a környékbe a nagymestereket, a borászokat, a szakácsokat, és hát a helyi kultúráról beszéltek legtöbbet. És hát zenei élmény is hát nagy meglepetés volt a számomra. Paskó Csaba könyve nagy sikert aratott. A szerzőnek korábban saját fűzőműsora is volt a Pannon televízióban. A könyv tartalma és receptjei vajdaság ízeit kötik egy csokorba. Ez a bácska íze, ez egy kicsit kiemeli, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol születtünk, ott, ahol élünk, vannak azok az értékek, még gasztronómiai értékek is, amelyeket meg kell becsülnünk, és megfelelő szintre felhozni. Nem sírni, hogy máshol jobb, hanem amink van, azt megbecsülni, és egy megfelelő szintre felhozni. A bemutató esten a vendégek a szakácskönyvben is szereplő vajdasági borászok nedűit is megkóstolhatták. Paskó Csaba az érdeklődőknek dedikálta újonnan kiadott művét. A rendezvényen többek között felléptek a Magyar Állami Operaház művészei, és a Pannon RTV két műsorvezetője is közreműködött.